Város önkormányzata és a Déri Nép Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön. Tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszöntöm Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Tisztelettel köszöntöm Szepesi Tibor urat, városunk polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Sári Kovács Szilvia, alpolgármesterasszonyt. Külön köszöntöm Orvos Tóth Endre Sándor urat, a Kovács Mihály Huszárbandérium hagyományőrző strázsamesterét, mai rendezvényünk szónokát. Tisztelettel köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat. Tisztelettel köszöntöm Györfi Sándor, Kossuth Díja szobrászművészt, emeritus Jászkun főkapitány urat. Tisztelettel köszöntöm az önkormányzati képviselő testület jelenlévő tagjait. Szeretettel köszöntöm az intézmények, egyházak, pártok, civil szervezetek vezetőit, képviselőit, minden kedves jelenlévőt. Köszöntöm a kedves televízió nézőket is. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékező közösség! Kérem, hogy emlékező műsorunk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Közreműködik a Nagykun Honvéd Banda részfúvós kvintetje. Thank you.
Tisztelt emlékező közösség! Nemzeti gyásznapunkon, október 6-án évről évre emlékezünk az 1848-49-es szabadságharc hőseire, az aradi 13 vértanúra, valamint gróf Batthyány Lajosra és mindazokra, akik életüket áldozták a szabadságért. Kérem, hallgassuk meg Horvátné Pandúr tündetanárnő előadásában Vas Albert Nagypénteki sírató című versét. Vas Albert Nagypénteki sírató. Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk. Messzi útporából köpönyeget veszünk. Nem 100, nem 200, sok száz éves nóta. Így dalolják magyar honban, talán Mohács óta. Véreim, véreim, országutak népe, sok száz éves nagypénteknek sohasem lesz vége. Egyik napon Tamás vagyunk, másik napon Júdás vagyunk, Akaszónál Péter vagyok. Átok verte, szerencsétlen nagypéntekes nemzet vagyunk. Golgotáról Golgotára hurcoljuk a keresztfákat. Mindig kettőt, sose hármat. Egyet fölállítunk jobbról, egyet fölállítunk balról, s miként a világ halad, egyszer jobbról, egyszer balról, fölhúzzuk rá a latrokat, kurucokat, labancokat, mindig csak a legjobbakat. Majd ahogy az idő telik, mindki dolgát jól végezte, nagypéntektől nagypéntekig térdelünk a kereszt alatt, húsvéti csodára lesve. Egyszer a jobb szélső alatt, másszor a bal szélső alatt. Éppen csak, hogy a középső, az igazi, üres maradt. Nincsen is keresztfán közből. Nem térdelőtt senki. Senki. Ami magyar nagypéntekünk évszázadok sora óta, ezért nem tud húsvét lenni. Így lettünk országút népe, idegenföld csavargója, pásztortalan jószágféle. Tamással hitetlenkedő, Kakasszóra péterkedő, Júdás csókkal kereskedő. Te kerülsz föl, bujdosom én vagyok fönn, bujdosol te. S egyikünknek az útja mindig kivisz idegenbe. Bizony, jól mondja a régi nóta. Elmegyünk, elmegyünk, messzi nagy utakra megyünk. Messzi nagy utak porából köpönyeget veszünk, s ebben a nagy köpönyekben, sok-sok súlyos köpönyekben, bizony pajtás, mondom néked, rendre, rendre, mind elveszünk. Felkérem Orvos Tóth Endre Sándor urat, a Kovács Mihály Huszárbandérium hagyományőrző strázsamesterét emlékező beszéde megtartására. Tisztelt megemlékezők, honfitársaim! Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, a politikai élet szereplőit, egyházak képviselőit, polgármester urat, alpolgármester asszonyt, az önkormányzat tagjait, dolgozóit, pedagógusokat és a velük érkezett tanulókat, mindenkit, aki vette a fáradtságot és eljött tiszteletét tenni a mártírok emléke előtt. Szomorú nap ez a mai. A nemzeti függetlenség és önrendelkezésért
vívott harc utolsó felvonása. A véres bosszú, a megtorlás napja. Hajnau és a császár úgy gondolta, hogy megleckésztetik a magyarokat. Legjobbjainkat kiirtva példát akartak mutatni a világnak, hogy hogyan kell a rebelis magyarokkal bánni. A magyar történelemben több ilyen lelkes rendcsináló akadt. A kivégzés napja sem véletlen. Ezzel üzent a bécsi lázongóknak is a császár. Engedjék meg, hogy kellő tisztelettel nevén nevezem a mártirokat. A kivégzettek névsora. Budán, Lőpor és Golyó általi halállal gróf Battyányi Lajos első felelős magyar miniszterelnök. Aradon, Lőpor és Golyó általi halállal reggel 5:30 Lázár Vilmos főtiszt, ezredes, Dezsefi Arisztit tábornok, Kisernő tábornok, Schweider József tábornok. Aradon, Kötél általi halállal reggel 6:00 után Lovak Pöltenberg Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Láner György tábornok, Knézics Károly tábornok, Nagy Sándor József tábornok, gróf Leininger Westerburg Károly tábornok, Aulik Lajos tábornok, Damjanics János tábornok, gróf Vécsei Károly tábornok. Aradon kivégezték még Ormain Norbert honvédezredest, Kazinci Lajost honvédezredest, Rubi Gyula őrnagyot. A várbörtönbe halt meg Lenkei János honvéd vezérőrnagy. Az elmúlt több mint 150 évben sokan méltatták a kivégzetteket, nagyszerűségüket, hazafiságukat, bátorságukat. Én nem erről akarok beszélni. Én az emberi tragédiáról, a kivégzés előtti percekről, arról, hogy elbúcsúztak egymástól, és elindultak a Bitó felé, ahol a hóhér várt rájuk. Micsoda érzés lehetett végigmenni halott bajtársaik előtt, tudva, most én következek. Odaállni a Bitó elé, várva a hóhér kötelét. Ők, akik számtalan csatába, közelharcba, halált megvetve harcoltak, most úton álló haramiáknak kiáró büntetéssel kell bevégezzék. Voltak, akik bátran viselték sorsukat, volt, aki szívrohamba halt meg a Bitó alatt, volt, aki megzavarodott. Milyen hatással van ránk, ma élő emberekre ez a történelmi trauma? A transzgenerációs elmélet szerint az elődeink által elszenvedett traumák tudatalatt tovább élnek az utódokba. A történelmünk tudatalatt bennünk él. Meghatározza gondolatainkat, cselekedeteinket, a világhoz való viszonyunkat. Ettől vagyunk azok, akik magyarok. Különbözünk más nemzetek fiaitól, a németektől, olaszoktól, vagy éppen a franciáktól. Ez okozza, hogy ilyen vagy olyan szövetségeseink nem mindig azt a nótát húzzák, amit mi szeretnénk hallani. Sokszor súlyos árat fizettünk ezért. Trianon, Doni katasztrófa, holokauszt. A magyar történelmi országút koponyákkal van kirakva, hősök és áldozatok koponyájával. Nagyon nagy árat fizettünk megmaradásunkért. 1956 utáni időszak a mai napig csendes volt. Ma viharfelhők gyülekeznek Európa egén. Nagyhatalmak játszmájának vagyunk remélhetőleg csak szemlélői. Most sem vagyunk érdekelve abba, hogy tovább építsük ezt a történelmi utat. A békében vagyunk érdekeltek, mert a békének nincs alternatívája. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Ady Endre,
Október 6 című versével emlékezünk az aradi vértanúkra. Kérem, hallgassuk meg Horvátné Pandúr Tünde tanárnő tolmácsolásában. Ady Endre, október 6-a. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserbe egy-egy könny a szentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára, odahull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll a fényes égre, bús szívünknek enyhe fényed adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. Bejelentem, hogy koszorúzás következik. Kérem Önöket, hogy a koszorúk elhelyezése után fáradjanak vissza a helyükre. A Karcagvárosi Önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester úr, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Rózsa Sándor jegyző úr helyezi el az emlékezés koszorúját. A Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés nevében Hubai Imre elnök úr hajt fejet a hősökre emlékezve. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal dr. Berkó Attila főispán úr nevében és a Karcagi Járási Hivatal nevében dr. Lévai Olga hivatalvezető helyettes asszony, Domokos Gyula osztályvezető és Csányi Zsófia kormánytisztviselő helyezi el az emlékezés koszorúját. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség karcagi szervezete nevében F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő és Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő emlékezik a forradalom hőseire és áldozataira. A Fidelitas karcagi szervezete helyezi el az emlékezés koszorúját.
A Jobbik Magyarországért mozgalompárt karcagi szervezete emlékezik a hősökre. A karcagi ipartestület vezetősége helyezi el az emlékezés koszorúját. A karcagi nagykun gazdakör képviselői koszorúznak. A városban működő oktatási nevelési intézmények vezetősége és a diák önkormányzatok képviselői helyezik el az emlékezés koszorúját. Elsőként a Karcagi Szakképzési Centrum vezetősége emlékezik a hősökre. A Karcagi Tankerületi Központ vezetősége és a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Karcagi Arany János Általános Iskola és a Kádas György egymi karcagi tagintézménye vezetői helyeznek el koszorút. A Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetősége hozta el az emlékezés koszorúját. A Karcagi Szakképzési Centrum, Varró István Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium a koszorúz. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nevében helyezik el az emlékezés koszorúját.
A karcagi Nagykun református gimnázium helyezi el koszorúját. A karcagi Nagykun református általános iskola és talentum óvoda nevében hajtanak fejet a hősökre emlékezve. A Györfi István katolikus általános iskola vezetősége és diákönkormányzat képviselői koszorúznak. A Szent Pál Marista általános iskola képviseletében helyezik el az emlékezés koszorúját. A városban működő intézmények vezetői, képviselői hajtanak fejet az áldozatokra és a hősökre emlékezve. Elsőként a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézetének képviselői. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ nevében helyezik el az emlékezés koszorúját. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény vezetősége koszorúz. A Kátai Gábor kórház vezetősége helyezi el koszorúját. Thank you.
a Karcagvárosi Önkormányzat városgondnoksága koszorúz. A városban működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, klubok képviselői hozták el az emlékezés koszorúját. Elsőként a Kun Szövetség képviseletében helyezik el koszorújukat. A Nagy Kun Közéleti Hagyományőrző Egyesület képviseletében koszorúznak. A mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesülete vezetősége koszorúz. A Karcagi Független Női Szövetség képviselői helyezik el koszorújukat. A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület képviseletében hozták el az emlékezés koszorúját. A Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesülete koszorúz. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szervezete nevében helyezik el az emlékezés koszorúját.
Az Egyetértés Nyugdíjas Vasutas Klub képviselői hajtanak fejet a hősökre emlékezve. Az életet az éveknek nyugdíjas klub képviseletében helyezik el az emlékezés koszorúját. A Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár képviseletében helyezik el az emlékezés koszorúját. Tisztelt emlékező közösség! Emlékező műsorunk a szózat eléneklését követően a zászlók és a huszárok elvonulásával ér véget. Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, és együtt méltóképpen emlékezhettünk a szabadságharc hőseire. Köszönöm Orvos Tóth Endre Sándor úr felemelő gondolatait, Horvátné Pandúr Tünde, a Nagykun Honvéd Banda Részfúvós Kvintettje és a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjai közreműködését. Köszönöm mindazok munkáját, akik a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában részt vettek. Tisztelt emlékező közösség, kérem, énekeljük el közösen a szózatot, közreműködik a Nagykun Honvéd Banda Részfúvós Kvintettje. Bandérium, győzz! Tisztelek! Mögöttem sorakozik.